A munkaidő változása főként a kis határt akár napi szinten igénybe vevő ingázók számára jelent sokat. Igen, mindenféleképpen úgy vélem, hogy jobb lesz, tehát sok embernek fog ez segíteni, mivel rengetegen ingáznak, és nyilván sokkal jobb lenne, hogyha dolgozna a kis határ is 0-24 ugyanúgy, mint a nagy határ, és akkor könnyebb is lenne átmenni, mivel ugye a nagy határon általában elég sokan vannak, ezért szerintem ez mindenféleképpen egy jó változtatás lesz. A módosítás a Magyarországon tanulók számára is előnyökkel jár. Őszintén nagyon örülök neki, mivel így rugalmasabb a határátkelés, így a gyalogosok rész, és a kerékpárosoknak is. Szóval igen. Gyakran használod a határátkelő helyet? Napi, heti szinten? Hát mivel hallgató vagyok, egyetemista, ezért hát itt járok, jövök, megyek haza is, és oda is, és akkor igen. A határátkelő módosított munkaidejét dr. Pásztor Bálint jelentette be pénteken. A VMS megbízott elnöke akkor azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János és Bratislav Gašić miniszterekkel ő maga tárgyalta a témával kapcsolatban. Nagyon sokat tettünk annak érdekében az elmúlt években, hogy ez bekövetkezhessen. Nincs olyan ingázó, aki nem talált meg az elmúlt hetekben, egy-két hónapban azzal kapcsolatban, hogy hosszabbítsuk meg a határátkelők. A nyitvatartását, úgyhogy a dolgok jelenlegi állása az Orbán Viktorral, Lázár Jánossal, Bratislav Gašićjal folytatott megbeszéléseknek a következtében, hogy hétfőtől, november 20-ától az eddigi 7-től 19 óráig helyett 0-24 órában tart nyitva a Horgos 2 határátkelő hely. Pásztor hozzátette, a Vajdasági Magyar Szövetség hosszú évek óta követeli a határhelyzet rendezését.